Szép jó napot, üdvözlök mindenkit! Ma nem ezt akartam elkészíteni, de nagyon sokan kértétek, így hát készítünk ismét egy beiglit, de ez egy fantasztikus gesztenyés töltelékű beigli lesz, amit tényleg 20-30-an kértetek, hát gondoltam akkor, valóban össze fogom állítani nektek, elkészítettük a díjosat, elkészítettük a mákosat, akkor legyen egy nagyon-nagyon finom gesztenyés. És mivel gesztenyés beiglit készítünk, ezen a napon szeretném felköszönteni Bence Zsoltit 27. születésnapján. Kedves felesége mondta, hogy lepjük meg vele, hát akkor vegyétek úgy, hogy ez most a Zsoltinak készül, és persze mindenkinek, fogadjátok sok-sok szeretettel, itt van nem sokára karácsony, ugye akár ezt a beiglit, amit most már elkészítetek, hiszen ez nagyon sokáig eláll, ezt már akár egy próbasütésnek alá is tudjátok venni. Hát mondom nektek a pozsonyi tésztának a receptjét, és ez a videó nem lesz olyan hosszú, mint a másik beigli videó. Itt egy kicsit föl fogom gyorsítani a dolgokat, nem fogok annyi mindent megmutatni, de ugye azt a videót megnézitek, mákos beigli, diós beigli, ott mindent részletesen látni fogtok. Hát lényegében ugye az alaprecept a pozsonyi tésztának 1 kg finomliszt, amit átszitáltam, beletettem már a teknőbe, 40 dekagram vaj, vagy ezt tudjátok helyettesíteni zsírral, vagy esetleg keverve is tudjátok készíteni. 2 darab tojássárgája, 2,5 deciliter tej, 10 dekag porcukor, 2 dekagram élesztő, nem szabad túlzásba vinni, ne legyen több, és egy kávéskanálnyi só. Hát amivel kezdünk, ugye megfogjuk a vajat, és beletesszük szépen a liszthez, és mindjárt elmondom, kisfiam mutatta a gesztenyés töltelékhez a hozzávalókat, de míg elindítjuk a gépet, akkor fogom elmondani nektek. Tehát beletesszük a vajat a liszthez, ugye ez az alap, hozzá fogom tenni a porcukrot, és hozzá fogom tenni a sót, és be fogjuk indítani a gépet, ez nagyon lassan összefogja ezt a vajat, a lisztet, a sót dolgozni. Ugye itt külön félretettük, és hozok is egy kanalat, félretettük külön a tojássárgáját, ezt bele fogom tenni a tejbe, és itt hangsúlyozom, nem kell, hogy meleg legyen a tej, tehát nem kelesztünk most, ugye a legvégső szakasz a kelesztés, ami a másik videóban is van, egyszerűen megforgatom, és kellemesen ezt az egyveleget össze fogom forgatni, és amikor a gép végzett, ugye az alappal, tehát a liszttel, a vajjal, és a sóval ezt kellemesen összedolgozta, akkor fogom csak hozzáadni. Még egy szó itt a lisztnek a sikertartalmáról, ugye ez egy nagyon-nagyon picit, ez a tej mennyisége változhat, tehát éppen lehet, hogy 5-6 centiliterrel többet kell, hogy hozzátegyetek. Na, gyorsan el is indítjuk akkor a gépet, hogy ez menjen, remélem nem túl hangos, és hallani fogjátok a többit. Nagyon lassan elindítjuk, nem ment a helyére valami miatt, most a helyére ment, tökéletes. Na, és én akkor mondom is nektek, a gesztenyés töltelék, föl fogunk használni összesen 1 kg gesztenyét, egy 25 deka porcukrot, egy 15 deka diót körülbelül, 2 narancsnak a héját le fogom reszelni, és egy fantasztikus gesztenye likőrrel fogjuk az egészet ízesíteni. Hát ennyiből fog összeállni, a dió végül is csak a sűrítésre kell nekünk, hogy egy kicsit visszasűrítsük a tölteléket. Akinek van kedve, egyébként tehet még mazsolát is bele, vagy esetleg még citrom héját is belereszelhet. Na, elindítottuk a gépet, ez körülbelül egy olyan 8-10 perc, utána hozzá fogjuk ezt a folyadékot adni, és gyönyörűen a gép most ki fogja dolgozni a tésztánkat. Ugye a legutolsó alkalommal kézzel készítettem, de teljesen mindegy. Ugye most egy gépi, előtte egy kézi, tehát a tésztának az állagát úgyis fogjátok látni. Kellemesen összedolgozta a gép a lisztet, a vajat, a porcukrot és a sót. Most hozzáöntöttem ezt az egyveleget, és tovább dolgozzuk körülbelül még 10 percig a géppel. Utána ki fogom venni, gombócokat csinálok, de ezt is meg fogom mutatni nektek. Na, be is kapcsoljuk. Elkészült a tésztánk, ugye én már itt elkezdtem őket kigombócozni. Itt az a lényeg, hogy megfogjátok a kezetek alá, beteszitek ugye a 4 fel elvágott részt, és ilyen gyönyörű szép gombócot formáltok belőle, hogy lényegében álljon össze ez a tészta kényelmesen, kellemesen.
utána be fogjuk tenni fóliába, csomagolva a hűtőbe. Ugye ebből a tésztával, mint mondtam, nem szabad azért nagyon sokat dolgozni, tehát a kéz meleget se szereti ez a tészta, tehát végeredményben ennyi, ezt is ide fogom tenni, jön a fólia, azonnal becsomagolom, és körülbelül egy jó fél óra hosszát még benn fog állni a hűtőben. A másik még egy szó a töltelékről, hogyha esetleg lányok, srácok, gyerekek vannak a családba, és nem szeretnétek ilyen gesztenyelikőrrel elkészíteni, van egy másik módja, hogy tejszínnel, tehát egy jó kis habtejszínnel húzzátok föl a gesztenyét, könnyítitek meg, tesztek bele egy nagyon pici rumaromát, természetesen porcukrot, egy kis narancshéjat, dióval vissza lehet ugye a tölteléket állítani, darádióra, és így az alkohol teljesen kimarad belőle. Hát nekem már nagyjából nagyok a srácaim, a feleségem, meg én is fölnőttem, úgy érzem, hogy egy kis alkohollal ezt el tudjuk készíteni. Na, csomagolunk, utána készítjük a tölteléket elő, azt is megmutatom. Még a tészta gombócaink a hűtőbe darvadnak, bocsássatok meg, pihennek, csak én így szoktam jellemezni, pihen, alszik egyet a tészta, kellemesen előkészül a további műveletre, addig összedolgoztuk a gesztenyemasszánkat, és mondom is nektek, ugye beletettük az 1 kg gesztenyemasszát, beletettük a 25 deka porcukrot, egyelőre a diót nem tettük bele, és belereszeltem két gyönyörű szép narancsnak a héját, amit természetesen szoktam mondani, mossátok meg kőkeményen, kezeljétek le, mert tele van mindenféle dudvával, alapanyaggal, ugye pontosabban, ilyen tartósítóval a szállítás miatt. Na, téma lezárva, mondom tovább nektek, ugye elindítjuk a gépet, most szerszámot váltottam, betettünk egy krémkeverőt, reméljük ez se lesz nagyon hangos, és az a lényege ennek a tölteléknek, úgy mint a diónak, és úgy mint a máknak, egy olyan állagot kell, hogy kapjatok, hogy egy gombócot tudjatok formálni, és el tudjátok lapolni majd a tésztán. Ugye ez most egy kemény massza, amit itt láttok, ez körülbelül egy olyan jó 2 perces kidolgozás, amikor kellemesen átdolgozta, akkor fogom hozzáadagolni csak a gesztenye likőrt, és egy kicsit visszadúsítjuk a dióval. Eltelt körülbelül 2 perc, szépen dolgozik a gép, most megfogunk körülbelül, hát ezt se kell túlzásba vinni, körülbelül egy olyan 5-6-8 centiliter gesztenye likőrt fogok hozzáadagolni. Hogyha valaki esetleg nem gesztenye likőrrel készíteni el, tökéletesen egy Baileys is megfelel, fantasztikus íze lesz. És látjátok, egyre krémesebb a dolog, most fogjuk hozzáadagolni a diót nagyon óvatosan. Ugye itt fogom egy kicsit visszakeményíteni az anyagot, hogy kellemesen tudjunk vele dolgozni. Arra vigyázzatok, kezeteket ne kapja el a lapát, nyilvánvaló, inkább állítsátok meg. És látni, hogy gyönyörű szépen visszakeményedik az anyag, de benne vannak a fantasztikus ízesítők. Bele is került a 15-nek a dió, és egyébként azt is mondom nektek, nagyon sokat dolgoztam gesztenyével, és addig le is állítom, hogy gesztenye és gesztenye között is van nagyon-nagyon sok különbség, tehát valamelyik gesztenye massza egy nagyon-nagyon picit lazább, és árulnak olyat, ami egy kicsit tömörebb. Tehát itt már a saját kis kezetekre van bízva, hogy úgy alakítsátok a tölteléket, hogy az jó legyen, tehát lehet, hogy pár deka dióval többet fog fölvenni, vagy kevesebb folyadékot, pontosabban ízesítő anyagot, likőrt fogtok hozzátölteni, de ezt tényleg mindenkinek látnia kell, ugye úgy, mint a lisztnél, meg nagyon sok alapanyagnál, itt a, hogy mondjam nektek, az állagoknál egy ilyen 5-10%-os mínusz-pluszos eltérés lehet. Na, kidolgozzuk ezt a kis masszánkat, utána jövünk és már töltjük is a beiglinket. Menet közben elkezdtük kinyújtani a tésztát, ugye ezt sem mutattuk meg végig, nyilván a előző videóban azt már láttátok. Itt az a lényeg, hogy sarkosítani kell, tehát nagyjából egy ilyen jó kis téglalap alakot hozzatok ki. Ugye a sarokra nyújtás mindig ez a mozdulatok, és itt szépen ki tudjátok vezetni a tésztát. Körülbelül 2-3 mm vastagságú legyen, semmiképp ne legyen vastag.
el tudtok játszani vele, be tudjátok állítani maximálisan. És azonnal meg is vagyunk vele. Itt egy picit még rálakítunk, és a két szélre még kiviszek egy kis tésztát. Tökéletes. És azonnal már tesszük is be a kafa kis gesztenyénket, amit elkészítettünk. Ugye természetesen ez a gesztenye is benn volt addig a hűtőbe. Én el kellett ugranom pár percre, tehát gyönyörű szépen meghúzott a tészta. Hát nagyjából így van egy beigli tészta, és szépen elkezdem földolgozni a gesztenyét. Itt akár kézzel, akár egy kis kanállal, vagy akár egy habkártyával föl tudjátok vinni. És szépen elosszátok. Itt az a lényeg, hogy mindenhol maximálisan egyenlő legyen a töltelékünk. Ezt a picit is kidolgozzuk belőle, minden cseppje kincs. Most megfogunk mondjuk egy habkártyát, és szépen elkezdem mindenhova eldolgozni. Ugye itt a szélekre kitérve, mint a többi beiglinél is mondtam, itt a két szélét semmiképp nem kell megkenni, ezt a szélét meg lehet kenni, ugye ahol záródik a tészta, ott nem kell ismételten megkenni, a két tészta érjen össze. Egyébként mutatom nektek, tehát az a jó tészta, ami nem ragad oda, ugye nem kell alálisztezni. Ha jól ki van keverve egy tészta, akkor maximálisan, bocsánat, kiesett a kezemből, akkor maximálisan meg fog felelni minden téren. Na, tökéletes. Ez be lesz hajtva ez a két oldal, tehát ide semmiképpen nem kell. Ide alulra lehúzhatjuk a tésztát. Igen, egy nagyon-nagyon picit csúszik ez a gesztenye, de nem kell tőle megijedni. Végül is egy pici kis kézi munka. És egyébként fantasztikus íze lett. Ide még teszünk egy kicsit, ide kiúszhatjuk. Ugye a két széle, mint mondtam nektek, ez a két széle be lesz hajtva nyilvánvaló, mint a másik fajta beiglinél is. Na, gyönyörű szépen el van dolgozva a gesztenyemassza benne, fantasztikus ízek, és ugye egyenlő az arány. Most gyorsan leövítem a kezemet, és már azonnal föl is tekerjük. Megfogjuk az egyik szélét, ugye itt megint az arányosság nagyon-nagyon fontos, egyszerűen behajtogatjátok, és mint mondtam a másik beiglinél is, egy nagyon-nagyon picit itt már el lehet lapolni, hogy ne egy ilyen durungos végű beiglit kapjatok. Ez a massza, ha egy kicsit följebb megy, semmi gond nincs vele. Ugyanígy meg fogom tenni a másik végénél is, ezt is el fogom lapolgatni. Maximálisan jó, és el is kezdhetjük föltekerni. Itt ugye arra kell vigyázni, mint mondtam az előző videóban is, nem kell szoros, de a levegőt mindenképp nyomjuk ki belőle, tehát egyenlő arányba próbáljuk meg föltekerni. Nagyon klasszik, és nézzétek meg itt a kettő vége alul, ugye amit mondtam, feltétlenül érjen össze, és így fogjuk ráhelyezni a sütőlemezre maximálisan. Gyönyörű szép a beigli. Ugye most jön az a széria, hogy meg fogom kenni tojásságájával, de akkor visszajövök, amikor már mind a négy beigli így föl lesz tekerve. Ugye most mind a négy gesztenyés lesz, nagyon-nagyon jó cucc, higgyétek el. Próbáljátok ki, a diós, a mákos is nagyon-nagyon kafa, de a gesztenyés egy nagyon-nagyon különleges, én szerintem érdemes megpróbálnotok. Végeztünk a négy beiglinek a betekerésével, ráhelyeztük egy sütőtepsire, ugye alá tettem egy sütőlapot, pontosabban egy zsírpapírt, és gyönyörű szépen elkezdjük tojásságájával lekenni. Itt arra nagyon figyeljünk, ugye egy nagyon-nagyon picit ez a beigli majd, hangsúlyozom majd, kelni fog, tehát itt a teljesen a legalját is kenjük ki tojásságájával, és természetesen a végeit is.
Következő a dolog, mint az előző beiglinél is láthattátok, és ugyanakkor húzzátok ezeket a csíkokat, pontosabb, hogy ne legyenek csíkok, itt nagyon-nagyon fontos, hogy éppen gyönyörű, szép kis nőies mozdulatokkal, tehát ezek a csíkok ne nagyon látszanak meg. Ezt mind a négy beiglivel most el fogom végezni. Nagyon-nagyon fontos, miután megkentük, tegyük ismételten hűvös helyre. Tehát lehet, hogy már unjátok, hogy én ezt mondom, mert a másik videónál is elmondtam. A másik beiglinél nagyon-nagyon fontos, hogy hűvösön legyen. Tehát ez a kis két deka élesztő se dolgozzon benne abszolút. Tegyük hűvös helyre, miután megszáradt a tojásságája, ismételten át fogom kenni még egyszer tojásságájával. Tehát ez is nagyon fontos. Azt ismételten hűvös helyen hagyjuk megszáradni, és az utolsó réteg jöhet a tojás fehérje, és ugye lényegében ez a nagy titka ennek a beiglinek, nagyon sokan nem tudják, vagy nem tudjátok, vagy nem tudtátok, mert amikor föltettem azt a beiglit, amit ugye már föltettünk pár napja, rengetegen írták, elkészítették, csoda, 65 év után így sikerült úgy, én nagyon-nagyon örülök neki, tehát tényleg ez nekem az öröm, hogy sikerült nektek, és nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, nyilvánvaló. És persze, hogy jó a recept, hát az a legfontosabb. Hát én ezt már hosszú-hosszú évek óta készítem, tehát egyetlen egy alkalom nem volt, amikor esetleg rossz lett volna. Tehát ha odafigyeltek, akkor maximálisan gyönyörűséges beiglit fogtok kapni. Na itt a végét még megkenem, le is kapcsoljuk a kamerát, tehát még egyszer meg fogom kenni miután, már így hozzáértek a tojásságájához, és nem fogja meg az ujjatokat, tehát ilyen kis sikos lesz, de már nem ragad. Utána még egy tojásságája, még egyszer hideg helyre teszitek, hűvös helyre, és utána jön az utolsó réteg, ami már csak tojásfehérje, nem fölverve, fölkeverve csak, és utána tesszük egy 30 percre már konyha meleg helyre, tehát egy langyos helyre, és durva a sütőbe, és egy nagyon-nagyon kafa bombasztikus beiglit fogtok kapni. Nagyon szépen meghúzott a második tojásságája is, most kikevertem egy kevés tojásfehérjét, és mindegyiket gyönyörű szépen át fogjuk kenni, és ettől meg is fogja kapni a gyönyörű szép cserepes kinézetét. Ezek után már csak annyi dolgunk van, mint a másik videóban is láthattátok. Fogtok egy hulkapálcikát, ugye vannak a gőzök, vannak a gázok, azoknak el kell távozni minden esetben, ugye, hogy ne repedjen meg a beigli, mert meg is tudja keményen repeszteni, és egyszerűen meg fogom szulkálni, kap egy felső szulkálást, és kap oldalra, hát mit tudom, egy 6-8-szor megszúljuk oldalt is, és lényegében ennyi is volt az egész. Na hát gyönyörű szépen átkentük, tojásfehérje, ugye itt most az a fejezet jön, hogy most az élesztőnek adunk egy nagyon pici időt, tehát innentől kezdve szobahőmérséklet 30-35 perc, és természetesen ez a fehérje is száradjon meg, utána 200 fokos sütő, alsó-felső, toljuk be, és megsütjük a gyönyörűséges beiglinket. Itt mindenki eldöntheti, hogy hány lukat tesz rá, hát ez, ha már van egy 5-6 luk, akkor el tud szabadulni ott a gőz, a gáz, gáz Géza, gáz Gizi, teljesen mindegy, hagy szóljon, és oldalt is adunk neki, megszurkáljuk rendesen. Egyébként ez, amikor föl van vágva, semmiféle esztétikai negatívumot nem ad neki, de viszont ha nem szurkáljátok meg, akkor tényleg egy-két kellemetlen meglepetésbe lehet részetek. Na, készen is vagyunk. Talán már nem húztuk annyi ideig, mint az első videót. Ugye ezt egy kicsit szükebbre fogtuk, de ha betekintetek az első videóba, ott tényleg nagyon-nagyon részletesen a dívosnál és a mákosnál elmondtam, megmutattam mindent. De én szerintem, ha megnézitek ezt a videót, ebből is lazán meg tudjátok csinálni, el tudjátok készíteni, de ugye a másik videónál van igazából a diós meg a mákos töltelék, ez egy nagyon finom gesztenye. Na,
Fogadjátok szeretettel, jövünk vissza nem sokára, mint szoktam volt mondani. 200 fok, alsó-felső, most 30 percet hagyjuk, kisütjük és megmutatjuk. Gyönyörűségesen megsültek a gesztenyés beiglik, tekintsétek meg, kivettük a sütőből, most természetesen hagyjuk hűlni, és körülbelül egy olyan jó 30-35 perc múlva már tudunk belőle szeletelni, meg tudjuk nektek mutatni. Itt igazából ennél a beiglinél adtunk egy nagyon-nagyon pici kemencés jelleget, egy nagyon picivel tovább sütöttem, mint az előző beigliket, ugye gyönyörű szépen elrepedezett, megmárványosodott, hát egy fantasztikus kis cuccot hoztunk ebből is ki. Na nem sokára itt vagyunk, nem húzom az időt, fölvágjuk és megmutatjuk a gesztenyésnek a belsejét is. Kitálaltuk a gesztenyés beiglit, tekintsétek meg. Hát mi már előre egy kis karácsonyi hangulatot előidéztünk. Ugye föltálaltam egy pici mandarin narancsot, megfőztünk egy kevés gesztenyét, itt van, tekintsétek meg. Csináltam egy cukorszirupot, és a főtt gesztenyét ebbe a cukorszirupba átforgattam egyszer, tehát kívülről nagyon-nagyon roppanós, kellemes máz van rajta, és belül meg a finom, puha gesztenye. És sütöttünk is természetesen gesztenyét sütőbe, ezt is el fogjuk fogyasztani. Nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek ezt az ételt, hogy próbálja ki, készíts el. Igaz, nagyon-nagyon finom a mákos, nagyon finom a diós, de a gesztenyéset ne hagyjátok ki. Ugye vesztek egy kis gesztenyepürét, és amint elmondtam, úgy készítsétek el, nagyon-nagyon finom lesz. Visszatérve egy picit ugye a gyerekekre, ha vannak gyerekek, srácok, lányok, hát ugye ott arra oda kell figyelni, hogy ne alkohollal tuningoljátok föl, hanem akkor egy kevés tejszínnel húzzátok föl, dióval visszadúsítjátok a tölteléket, ugye egy kellemes massza legyen, és akkor esetleg egy nagyon pici rumaromát lehet beletenni. Hát lassan el is búcsúzom, nem vagyok egy megmondó ember és egy tanító, de így karácsony alkalmával azt kívánom, hogy mindenki legyen a másikhoz nagyon türelmes, szeressétek egymást, a napjaitok teljen nagyon nagy boldogságba, szeretetbe, jó egészségbe, és mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyt szeretnénk kívánni. Ja, és igen, hát a konyhámban mindenkinek van egy kis szék, a sarokban, ha itt vagytok velem, érezzétek nagyon jól magatokat. Szerbusztok, jövünk a következő receptekkel.